Új munkahelyek, 3,7 milliárd forintból fejleszti és bővíti nyírbátori gyáregységét a Dealer Cabin Hungary Kft. Mintegy 1,4 milliárd forintot a magyar kormány biztosít a német vállalkozásnak. Fejlesztik a gazdaságot, foglalkoztatási paktumot megalapító együttműködési megállapodást írtak alá Máté Szalkán. Fellendülőben az autópiac, egyre többen gondolkodnak autóvásárlásban, a kereskedéseknél kellendők a hitelre vásárolt használt autók is. Milliárd forintból fejleszti és bővíti nyírbátori gyáregységét a Dealer Cabin Hungary Kft. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ebből mintegy 1,4 milliárd forintot a magyar kormány biztosít a német vállalkozásnak, amely repülőgép alkatrészeket gyárt, jelentette be Szijjártó Péter budapesti sajtótájékoztatóján. A beruházásnak köszönhetően új épületet alakítanak ki, gépeket vásárolnak, valamint 230 új munkahelyet is teremtenek a nyírségi városban. A nyírbátori beruházása a Dealer Cabinnek egy 3,7 milliárd forintos beruházás. Ezen 3,7 milliárd forintos beruházással új épületeket épít a nyírbátori telephelyén a Dealer Cabin, új gépeket szerez be, 230 új munkahelyet hoz létre, és ehhez a magyar kormány 1,38 milliárd forintos támogatást biztosít. Ezek a legfontosabb részletei a nyírbátori repülőgép alkatrészgyártó Dealer Cabin Hungary Kft. Fejlesztésének, amelyet péntek délelőtt a külgazdasági és külügyminiszter jelentett be Budapesten. Szijjártó Péter hozzátette, a légiutasok száma 5,4%-kal nőtt világszerte, emiatt egyre növekszik az igény a repülőgépek gyártására, ebben az ágazatban pedig a Deal Aerosystem világszerte is kiemelkedő jelentőségű. A nyírbátori gyárban jelenleg 524-en dolgoznak. A megfelelő humán erőforrás mellett a kormány is számos kedvezmény nyújt a vállalkozások számára. Mi biztosítjuk Európában a legalacsonyabb társasági adót, mi biztosítjuk Európában a legalacsonyabb személyi jövedelemadót, folyamatosan csökkentjük a munkára rakódó adóterheket, és közben pedig kutatásfejlesztéshez kapcsolódó adókedvezményeket vezettünk be, és széles körben elérhető, technológiai fejlesztéseket honoráló költségvetési támogatási rendszert léptettünk életbe a beruházások ösztönzése érdekében. A Deal Aerosystem családi vállalkozásként 1902-ben indult. Ma már a legmodernebb technológiával gyártanak repülőgép alkatrészeket, főleg az Airbusnak. Magyarországi gyáregységük fontos szerepet tölt be a cég működésében. It is now more than 6 years than as we created our subsidiary. Már több mint 6 éve működik a gyáregységünk Nyírbátorban, és az elmúlt években nagyon fontos részévé vált a Deal Aerosystemsnek. Az anyaországon, azaz Németországon kívül először itt indult el a termelés. 2011-ben alig pár munkatársal kezdtük el a működésünket, most azonban már több mint 500-an dolgoznak a nyírbátori gyárban. A térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón kiemelte, 2014 óta Nyírbátorban és környékén összesen 17,5 milliárd forint értékű fejlesztések valósultak meg. Simon Miklós azt is hozzátette, a településen jelenleg több állami finanszírozású beruházás van folyamatban. Nyírbátorban jelenleg 4 program fut, ami 3,5 milliárd értékű állami támogatással párosul. Ez a Bátor István gimnázium felújítása, az M3-as Nyírbátor összekötő út felújítása, a Rosenberger cég üzemegységének az építkezése és egy új járási hivatal létrehozása. Ezen kívül dolgozunk egy 5. programon, egy 5. milliárdos nagyságrendű programon Nyírbátorban, ami a Bátor István múzeum felújítását jelenti. A fejlesztéseknek köszönhetően a nyírbátori gyáregységben már több mint 750-en dolgoznak majd a jövőben, ahol európai munkakörnyezetet és bérezést biztosítanak az alkalmazottaknak. Foglalkoztatási paktumot megalapító együttműködési megállapodást írtak alá Máté Szalkán. A térségbeli önkormányzati területfejlesztési társulás a megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal együttműködésében valósul meg a Máté Szalka és térsége helyi foglalkoztatási paktuma című projekt, amelynek célja a gazdaság hosszú távú fejlesztése és a foglalkoztatási szint emelése.
Új munkahelyek létrehozása, a meglévő üres állások betöltése, ha pedig szükséges képzések, továbbképzések indítása, ezáltal a gazdaság fejlesztése. Ez a célja annak a foglalkoztatási paktumnak, amelynek alapító együttműködési megállapodását Máté Szalkán írták alá. Megkerestük Máté Szalka legtöbb munkáltatóját. Ez a kör egyébként folyamatosan bővülni fog. És megkérdezzük őket, hogy hogyan és miképpen tudjuk segíteni a fejlesztéseiket. Hogyan szeretnének munkaerőhöz jutni? Melyek azok a bértámogatási rugalmas formák, amelyek nekik segítséget jelentenek? Ez belekerül egy megvalósíthatósági tanulmányba, és a munkaügyi központon, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal, aki a vezető konzorciumi tagunk, velük együtt le tudjuk bonyolítani ezt a projektet úgy, hogy a cégvezetők, tulajdonosok elképzeléseihez igazítsuk azt a foglalkoztatáspolitikai palettát, amit felkínálunk ezzel a paktum megállapodással. A Máté Szalkai rendezvényen elhangzott, a foglalkoztatási paktumhoz még lehet csatlakozni. Minden munkáltatót várunk, aki úgy érzi, hogy tud valami újat nyújtani, vagy szüksége van a paktum által felkínált lehetőségekre, úgy, mint képzés, kedvezményes foglalkoztatás, bárki szívesen csatlakozhat, bárki szívesen fogadunk. A polgármester hozzátette, viszonylag magas a közfoglalkoztatottak száma Máté Szalkán, ahol jelenleg mintegy 250 betöltetlen munkahely van az elsődleges munkaerőpiacon. Többek között ezért is szükséges a foglalkoztatási paktum a térségben. Kikerülhet az Európai Uniós közösségből Magyarország, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Újhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője. A politikus azzal indokolta kijelentését, hogy az unió vezetői és a nemrégiben megválasztott francia elnök is bírálja Orbán Viktor politikáját. Nyilván az Európai Unió vezetői úgy fognak dönteni egy idő után, hogy nem kívánják finanszírozni Orbán rendszerét. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe több mint 320 milliárd forint érkezett német, francia, olasz adófizetőktől az elmúlt 10 év alatt. Hozzászokhatunk a gondolathoz, hogy ha marad Orbán Viktor, akkor elmaradnak az uniós források. Diákjaink, gyermekeink nem jutnak hozzá az Európai Uniós programokhoz, és mindaz a biztonság és jólét, ami miatt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az a következő évtizedekben Magyarország számára kevésbé lesz biztosított. Egyre többen gondolkodnak autóvásárlásban, a kereskedéseknél kellendők a hitelre vásárolt használt autók is. Inkább a kisebb fogyasztású, középkategóriás személygépkocsikat keresik, miközben enyhe áremelkedés tapasztalható a piacon. Hónapról hónapra több gépjárműt helyeznek forgalomba, a hazai autópiac bővül, csak ebben az évben 19%-os növekedést jegyeznek. Az új autók mellett a Magyarországon először forgalomba helyezett használt autók száma is növekedett. Szabolcs megyében is az utóbbi három évben folyamatosan emelkedést tapasztalható. Ebbe az évben én úgy gondolom, hogy a Szabolcs megyei piac az körülbelül számítások szerint egy olyan 20 000 darabos nagyságrendű lesz. Ez azt jelenti, hogy ma használt autópiac már elérte a válság előtti szintet. Én azt gondolom, körülbelül ugyanannyi autót adunk el ebbe az évben, mint a válság előtt, tehát a 2007-8-as években. 10-ből egy vásárló érdeklődik a használt autó korábbi életútja felől, pedig a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalánál lekérdezhető a kilométeróra állása. Az óraállásokat tulajdonosváltáskor és a kötelező műszaki szervizek idején rögzítik. A használt autóknál voltak kilométer visszatekerések. Ebből kifolyólag ennek a lehetősége ennek a rendszernek köszönhetően ez gyakorlatilag megszűnt, illetve tehát mindenképpen leellenőrizhető. A kereskedések felhívják a figyelmet, hogy érdemes az elektronikus rendszert használni, mindösszesen 625 forintba kerül. A használt autók piacán széles a kereslet, a kisebb fogyasztású, középkategóriás autókat keresik 1,5 millió forintig is akár, de ez a kereskedés adott már el elektromos autót is. Új megbízott ügyvezető irányítja a nyíregyházi városüzemeltetést, közölte Rendes Sándor sajtószóvívő. Mint ismert, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Korábbi ügyvezetője szerdán benyújtotta lemondását.
Ezt a polgármester elfogadta, egyben azonnal jelezte, hogy az új ügyvezető kinevezéséről gondoskodik. 2017. június 22-től csütörtöktől Ignéci Csabáné megbízott ügyvezetőként látja el a teendőket. A közgazdász végzettségű Ignéci Csabáné 2012. novembere óta dolgozik a Nyírvévénél, először főkönyvelőként, majd gazdasági igazgatóként, így nem ismeretlen előtte a cég. Mivel a társaság kötelékéből érkezik, biztosított a cég folyamatos, zökkenőmentes működése, áll a közleményben. Interaktív padlóvetítőt kapott a Józsa András Oktató Kórház gyermekosztálya. A játékot az első emeleten gyógyuló gyerekek használhatják. Az adományt egy szoftverfejlesztő cég ajánlotta fel a kórháznak. Ez a második ilyen interaktív padló az országban, amit kórháznak adott a cég. A budapesti Heimpál gyermekkórházban már működik ilyen. Az interaktív eszközzel háromféle játékon játszhatnak, elsőként a focit próbálhatták ki. Igazából ez tényleg arra alkalmas, hogy elterelje a gyerekek figyelmét, kicsit mozogjanak, ha kijönnek a kórteremből, akkor tudjanak vele játszani. Háromfajta különböző játék van hozzá jelenleg, de a fejlesztések folyamatosak, és tudnak egyedül is játszani, egymással is játszani. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy innovatív megoldás, amivel a cégünk, mint szoftverfejlesztő a legjobban tud hozzájárulni egy ilyen új épület, új szárny kialakításához. Hármas ráfutásos baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán a 4-es számú főút bevezető szakaszán. A Pozsonyi úton két gépkocsi forgalmi okok miatt lassított, majd a mögöttük érkező harmadik jármű nekiment az előtte lévő terepjárónak, az pedig egy személyautónak. Így történt a jelentős anyagi kárral járó hármas karambol, személyi sérülés nem történt a balesetben. Nyírbogdányban kezdtek el gyűjteni a Magyar Tudományos Akadémia székházának felépítésére 160 évvel ezelőtt. Az évforduló tiszteletére a település művelődési központjának falán emlékjelet avattak. Az eseményről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Új szakmai stáb irányításával kezdte el a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapatot a 2014-2015-ös szezon végén NB1-be juttató Lucsánszky Tamás vezetőedzőként tért vissza a korábbi sikerei helyszínére. Bene Ferenc pedig szakmai igazgatóként dolgozik a klub sikeréért. Az NB1-ből igazolt centert a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápákat a legutóbbi bajnokságban bronzérmes Zalaegerszegtől érkező 215 cm magas Cinger Zoltán erősíti a következő szezonban. Nyírbogdányban kezdtek el gyűjteni a Magyar Tudományos Akadémia székházának felépítésére 160 évvel ezelőtt. Az évforduló tiszteletére a település művelődési központjának falán emlékjelet avattak ma délelőtt. Az emlékjelen azoknak a neves tudósoknak, gondolkodóknak a neve áll, akik adományaikkal hozzájárultak a Magyar Tudományos Munkaházának megépítéséhez. 1865-re így épült fel a mai neoreneszánsz épület Budapesten. Tokai Nagy Lajos ügyvéd az 1860-as években a korabeli szabolcsi földrendezési ügyek kapcsán találkozott értelmiségiekkel, akadémikusokkal, és tudta meg, hogy nincs saját háza a magyar tudósoknak. Sanyarú körülmények között dolgoztak a magyar akadémikusok akkoriban, az ügyvéd kezdeményezte a gyűjtést az MTA székházára, éppen Nyírbogdányban, idézte fel a korabeli eseményeket a helytörténész. Tokai Nagy Lajos előhúzott egy fehér papír, gyerekek vagy barátaim, körbeadta, és ráírta, hogy adakozzunk a Tudományos Akadémiára, és ez az ügyvéd a végén felolvast, és 400 pengő forint jött össze 1857. május 23-án itt Nyírbogdányban, és ez a 400 forint volt a kiinduló alapja annak, hogy ma van egy Tudományos Akadémia épülete Budapesten, a Dunaparton. Az akkori kezdeményezés máig a szabolcsi emberek büszkesége, ennek emlékét őrzi a leleplezett emlékjel is, hangzott el a rendezvényen. Egy újabb példa arra, hogy az egykori Szabolcs, Szatmár, illetve Bereg megyék sok-sok kiválóságot adtak ennek az országnak, akár
országos hírűvé váltak akár sem, és itt helyben szolgálták életük során a közjót, és egyben emlékeztet is bennünket arra, hogy, és arra int, hogy éljünk az országnak bármely szegletén, és mi, akik itt a történelem viharai folytán a határszélnek szorítva maradtunk, számunkra sem lehet közömbös soha az országos közjó. A magyar tudományos munka 19. századra felértékelődött, és mai napig világviszonylatban is kiemelkedőek a magyar kutatási eredmények. A magyar tudomány a nemzet szolgálatában áll, hangsúlyozta az ünnepségen az akadémiai alelnök, professzor dr. Bokor József, aki elmondta azt is, hogy az Európai Kutatási Tanácsban Magyarország nyerte el a legtöbb alapkutatási ösztöndíjat. Ezen túlmenően, amit említettem, a természettudományi területén meghirdetett az ipar digitalizálása és az egyik legkorszerűbb irányítási rendszerekhez kötődő pályázatban 169 pályázatot nyújtottak be az Európai Unió tagállamaiból, és ebből 10 volt, amelyiket kiemeltek és nyert, ebből 2 volt magyar, ami hát azt hiszem önmagában mondom, az egyik az ipari industrializálása az autóiparnak a digitális rendszerek, a másik molekuláris biológia területén, tehát lehet látni, hogy még a tudományágak sem egyformák, tehát én ebben azt szeretném kiemelni, hogy a lehetőségeinken belül Magyarország a tudomány, a kultúra bizonyos értelemben még a felsőoktatásban is előjár, és ezért remélem, hogy nem szégyenkezhetünk sehol a világban. Az akadémia elégedett a lehetőségekhez képest nyújtott állami támogatással, amely működésük 40%-át teszi ki, a fennmaradó részt uniós, illetve nemzetközi kutatási pályázatokból biztosítják. A magyar kutatók sikeresek, tette hozzá, és az eredményes tudományos iskolák támogatását is fontosnak tartják. Új szakmai stáb irányításával kezdte el a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapatot a 2014-2015-ös szezon végén NB1-be juttató Lucsánszky Tamás vezetőedzőként tért vissza korábbi sikerei színhelyére. Bene Ferenc pedig szakmai igazgatóként dolgozik a klub sikeréért. Alakul a játékos keret is, legutóbb az elmúlt szezonban a Kisvárdát erősítő Fodor Ferenc kötelezte el magát a Spari mellett. 6 új szakembert mutatott be Szűcs Mihály sportigazgató a sajtó képviselőinek a Nyíregyháza Spartacus csütörtök esti tájékoztatóján. Persze Lucsánszky Tamás nem kellett bemutatni, hiszen 3 évvel ezelőtt az ő irányításával jutott fel az NB1-be a Spari. Szintén ismerősként érkezett az egyik asszisztens edző Farkas Attila, aki korábban játszott Nyíregyházán. Mellette Bozsik József, Nagy Gábor kapusedző és Darabos Balázs erőnléti edző segíti majd a tréner munkáját. Bene Ferenc pedig szakmai igazgatóként dolgozik majd az első csapat és az utánpótlás sikeréért. Lucsánszky Tamás, aki a legutóbbi szezonban a 4. helyen végzett a Soroksárral, a vezetők által felvázolt koncepció miatt mondott igent a Spari invitálására. Ahhoz képest, amikor korábban voltam itt, és rendkívül jól eső érzéssel sikeresen teljesítettük az akkori bajnoki szezont, ahhoz képest azt gondolom, hogy a klubnál lévő változások azok olyanok, és annyira hosszú távon mutatnak, hogy nagyon nagy szakmai kihívásnak tartom ezt a felkérést. Gondolok itt arra, hogy a Spartacus végre a Bosik Akadémiával együtt és közösen karöltve tudja kidolgozni azt a futball koncepciót és projektet, ami alapján mondjuk egy klubnak az arculatát föl lehet építeni, és ebbe úttörőként szerepet válna, azt gondolom, igen nagy megtiszteltetés. Bene Ferenc szakmai igazgatóként egyrészt felügyeli majd a vezetőedző munkáját, másrészt pedig az első csapat és az utánpótlás közötti kapcsolat is a korábban Újpesten, Diósgyőrben, Gyirmóton is dolgozó szakember jelenti majd a jövőben. Engem két dolog motivált mindenképpen, hogy mind Nyíregyháza városa, mind a régió, mind pedig a Spartacus újra NB1-es csapatot köszönthessen. Tehát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy minél rövidebb időn belül sikerül ezt a célt megvalósítani. A másik pedig tényleg egy olyan klubvezetés, meg olyan szakmai stáb állt fel most újonnan, hogy mindemberileg, mind szakmailag nekem egy hatalmas motiváció, hogy ilyen emberekkel dolgozhassak, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Az első edzés előtt 17 játékos jelent meg a Spari öltözőjében. Köztük volt a korábban a Ferencváros kötelékébe tartozó, de legutóbb a Soroksárban játszó Jova Levente és Csillus Tamás, valamint a Kisvárdáról érkező Fodor Ferenc is. A vezetők még tervezik újabb játékosok szerzőtetését. A csapat a július 3-án kezdődő szlovéniai edzőtáborig hazai környezetben készül.
Az NB1-ből igazolt centert a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápákat a legutóbbi bajnokságban bronzérmes Zalaegerszegtől érkező 215 cm magas Cinger Zoltán erősíti a következő szezonban. Távozik viszont a csapattól Fazekas Csaba, aki az élvonalban újonc Debrecen színeiben folytatja pályafutását. A nyíregyházi nevelésű, 23 éves játékos tagja volt a 2011-ben bajnoki címet szerző junior csapatnak, aztán Paksra tette át a székhelyét. Két szezon után Zalaegerszegre szerződött a 215 cm magas center, aki a legutóbbi bajnokságban 10 mérkőzésen lépett pályára a bronzérmes csapatban. A kosaras többek között a több játék lehetőség miatt döntött a váltás mellett. Az NB1B csoport eléggé megerősödött az utóbbi időben, tehát már nem beszéltünk akkor a szakadékról az A és a B csoport között, mint ami korábban volt, és én Ernővel, Ernőt régóta ismerem, ugye én még annak idején Nyíregyházán még a csapattársa is voltam itt, amikor felkerültem az NB1A felnőtt kosarasokhoz, és szerintem mondhatom azt, hogy elég jó kapcsolatban maradtunk, meg elég jó kapcsolatban voltunk annak idején is, és az ő megkeresésére és vele beszélgetve, átbeszélve a dolgokat döntöttem úgy, hogy itthon fogok játszani a jövő szezonba, abban reménykedve, hogy több játék lehetőséghez jutok, és hogy a korábban tanult dolgokat esetleg tudom itt majd hasznosítani. A kék cápák szakmai igazgatója Sitko Ernő elmondása szerint Cinger Zoltán leigazolása illeszkedik a csapatépítés koncepciójába. Belekóstolt abban a légkörbe, ami az első osztályú csapatoknál, vagy az átcsoportos csapatoknál mindenféleképpen érezhető, és bízom abban, hogy ezt a tapasztalatot át tudja adni majd a mi fiataljainknak. Ugye tavaly elindultunk egy olyan úton, hogy megpróbálunk a Nyíregyházán felnevelkedett játékosokra építeni. Ebbe a képbe Zoli is természetesen belefér, hiszen ő 2011-ben itt lett U18-as bajnok a Nyíregyházával, és bízom abban, hogy látja majd azokat a fiatalokat, akiknek át tudja adni ezeket a tapasztalatokat, és a mi csapatunk is egyre jobban abba az irányba kovácsolódik, hogy ugyanúgy működjön, mint ahogyan az átcsoportos csapatok. Az érkező mellett egy távozója is van a Nyíregyháza Blue Sharksnak, a jelenleg az U18-as válogatottal készülő Fazekas Csaba az NB1-be feljutó Debrecen csapatánál folytatja pályafutását. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. 3,7 milliárd forintból fejleszti és bővíti nyírbátori gyáregységét a Dealer Cabin Hungary Kft. Ebből mintegy 1,4 milliárd forintot a magyar kormány biztosít a német vállalkozásnak, jelentette be Szijjártó Péter budapesti sajtótájékoztatóján. A beruházásnak köszönhetően új épületet alakítanak ki, gépeket vásárolnak, valamint 230 új munkahelyet is teremtenek a nyírségi városban. Foglalkoztatási paktumot megalapító együttműködési megállapodást írtak alá Máté Szalkán. A térségbeli önkormányzati területfejlesztési társulás a megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal együttműködésében valósul meg a Máté Szalka és térsége helyi foglalkoztatási paktuma című projekt, amelynek célja a gazdaság hosszú távú fejlesztése és a foglalkoztatási szint emelése. Egyre többen gondolkodnak autóvásárlásban, a kereskedéseknél kelendők a hitelre vásárolt használt autók is. Inkább a kisebb fogyasztású, középkategóriás személygépkocsikat keresik, miközben enyhe áremelkedés tapasztalható a piacon. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 23-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérhetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre számíthatunk. Az átvonult hidegfront mögött egyre szárazabb, de meleg levegő érkezik fölénk, folytatódik a kánikula.
Az éjjel erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, néhol akár jégeső is előfordulhat. A szél megélénkül, reggel általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Többnyire gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a nyugati szél pedig többször megélénkül holnap, délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben, ugyanakkor továbbra is erős UVB-sugárzás várható. Vasárnap egy újabb hidegfront okoz több helyütt záporokat, helyenként károkozó zivatarokat, a jövő héten is változékony időre van kilátás, az éjszakák alig nyújtanak majd felfrissülést, és a maximum hőmérséklet hazánk nagy részén a következő napokban is meghaladja a 30 fokot, a jövő hét közepén helyenként a 36, csütörtökön néhol akár a 38 fokot is elérheti, péntektől valószínű majd fokozatos lehűlés.